hazudok. A jegyző nem hazudik. A jegyző nem. Bármennyire hihetetlen, így van. Nagyjából erre számítottam, amiket mondtak. Mondjuk kicsit csalódtam azért, hogy mennyire el tudják kenni a válaszokat a megjelent felek. De... szakmai szempontból nem tartja furcsának, hogy semmiféle környezetvédelmi, környezetegészségügyi peremfeltételt nem szabtak meg. Hatósági szakemberként talán fogalmazhatok így, 10 éve dolgozok, 13 éve a környezetvédelmi igazgatásban, 10 éve vagyok itt Győrbe az első számú felelőse a környezetvédelemnek. Mi nem a honlapokról, a sajtóból szoktunk tájékozódni, ami fórumok ma itt elhangzottak, illetve most is talán ezt a honlapot említette Zoltán, hanem mi a hatósági eljárásokba hiszünk. Én személy szerint a környezeti hatásvizsgálati dokumentációban. De a weboldal, amiből én idéztem, ez a Győr város honlapja, nem egy sajtó. Győr város honlapjának a véleményezése kapcsán is azt gondolom, hogy nincs feladatom. Tehát én a megyei kormányhivatalban dolgozok. Ha majd a mi honlapunkon olvas ilyeneket, akkor fogunk tudni válaszolni. Ami ma nagyon jól kiderült, az az, hogy itt egy lakossági akarat van. Ezt nem Soros György finanszírozta, vagy én nem tudom, csoda. Tényleg van egy alapítvány, akik szemétszedéssel indultak. Tehát egyszerűen én felnézek azokra a szervezőkre, akik ezt... Én 30 éve dolgozom majdnem természetvédelemben, többnyire civil szervezeteknél. Én ilyen profi, alulról jövő kezdeményezés szervezést még nem láttam. Mindannyiokhoz, akik a pulpitoson ülnek, azt szeretném megkérdezni, hogy kizárható-e az, hogy bármilyen, tehát gyártás, raktározás, selejtezés, megsemmisítés, bármilyen akkumulátorhoz kapcsolódó tevékenység folyjon a kibővített ipari parkban? Ki szeretne válaszolni a kérdésre? Mert 1000 fő befogadására rendeztük be. Én azt gondolom, hogy szinte teljesen telt ház volt. Ugyan volt néhány üres szék, azonban a kinti karzaton is rengetegen álltak és figyelték a mai eseményeket. Január 20-a előtt, tehát mielőtt megjelent a magyar közlöny, leültünk, megbeszéltük, hogy elutasításra kerül részünkről, mert a földjeinket semmilyen áron nem akarjuk odaadni. Van, aki azt... Valaki azért nem adja oda a földjét, mert kárpótláson szerezte a szüleitől, valaki azért nem adja oda a földjeit, mert családi birtok, valaki meg gazdálkodik rajta. Ez a megélhetésünk. És semmilyen esetre sem adjuk oda. Az uszodákat bezárták, az összezárt sportlétesítményt bezárták, Az emberek csodálkoznak, mert úgy gondolnák, hogy egy olyan városban, ahol gyakorlatilag nincs munkanélküliség, rendkívül sok az adó, ezzel nem fog gondot jelenteni egy rezsicsökkentés, csökkentés probléma, és mégis problémát okoz. Nem fog minket kisegíteni ebből újabb 400 hektár tönkretétele, miközben azt meglátjuk, hogy a boltokban mennek fel az élelmiszerárak, magyarul a mezőgazdaság egyre fontosabb kiemelt szerepet fog kapni. Itt az alapvető probléma az az, hogy olyan személyek nem vettek részt ezen a fórumon, akik ezekre a kérdésekre tudtak volna válaszolni, mert azok, akiket meghívtunk, nem tiszteltek meg bennünket a jelenlétükkel. A polgármester úr, ha itt lenne, akkor őt is megkérdezném. Sajnos Bokros rendőri miatt nem ért rá erre az eseményre. Tudnám befejezni. Tehát az volt a kérdés, hogy önök személyben támogatják-e a kifejeződött választói akaratot? Ami az volt, hogy ne legyen itt ilyen létesítmény. Tehát erre egy igen vagy nem a válasz. Ugye az 5585 ember írt alá, ha jól tudom, akkor 8000 ember van beregisztrálva a szavazó listára, tehát annyi szavazó, szavazásra jogosult állampolgár lakik itt Szent Ivánon. Azért ez majdnem egy 60%, aki, hát van, meg több is. Tehát sokkal több, mint 60%, ez nagyon durva. Azt tudni kell, hogy a képviselő úr, aki itt volt, ő 1600 szavazattal lett képviselő.
vagy a termőföld mellett foglal állást, vagy az ipari park itteni körülöttünk való bővítése mellett foglal állást. Akkor a válaszom az időt nem húzva, igen. Köszönjük szépen! Thank you.